fejlesztéspolitika, foglalkoztatás, ösztönző programok. Többek között ezeket a témákat is érintették az összegyűlt cégvezetők, akik a Pécsi Városfejlesztési Vállalat eseményén vettek részt. A találkozót a Pécs Paktum 2 program keretében rendezték meg. Itt olyan kérdéseket boncolgattak, amik a Baranyai megyeszékhely fejlődésére irányulnak. Nagyon összetett kérdésekről van szó. Ugye az itt összegyűlt szolgáltatóközpontok kapcsán, meg az ő véleményüket becsatornázva igazából arra jutottunk, hogy nagyon fontos lenne, hogy egyrésztről a végzősök számát növeljük, Pécset tartsuk. Ehhez kapcsolódóan alakítanának ki egy olyan programot, melyben az egyetemisták több 100 000 forintnyi ösztöndíjhoz juthatnának. Az egyetem, a partnercégek és a város közösen indítaná el a kezdeményezést, bár konkrétumok még nincsenek. A továbbiakban szó esett arról is, hogy élhetőbbé kell tenni a várost, a fiatalok nyelvtudását is fejleszteni kell, de olyan cégeket is Pécsre kell csábítani, akik versenyképes fizetést nyújtanak a munkavállalóknak. Az ipari parkokat kell gyakorlatilag fejleszteni, illetve legfőképpen a szolgáltató központok számára, ugye az irodaházi környezet, meg az irodaházi infrastruktúra az, amiből minél többet és minél jobb minőségűt kell Pécset létesítenünk. Ugye ezek nem egy, meg nem két éves időtávú projektek, nagyon lassan megépülő gigaberuházások ezek. Bár az ifjúsági házat már felújították, ennél jóval nagyobb területekre, épületekre lenne szükség. A találkozón elhangzott, hogy szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot a helyi cégekkel és az egyetemmel, hiszen már az első éves hallgatókat is érdemes lenne megszólítani.